Mi történt az elmúlt időszakban, tisztelt polgármester? Az elmúlt időszakban talán kezdjük azzal, ahol most vagyunk. Ugye elkészült a Vágás utcában az óvoda. A fejlődő kertváros programban vállaltuk azt 2019-ben, hogy itt a lakóparkoknál, Cinkotai Árpádföldi lakóparkoknál a bölcsőde mellé óvodát építünk. Kicsit túlteljesítettük, már a bölcsődét is bővítettük, de az óvoda elkészült, úgyhogy most nagy örömmel adjuk át a környékben élő kisgyermekes szülők számára ezt az új óvodát. Ez kiváltja, vagy részben kiváltja egyébként a nem túl jó helyen az Ostoros út mellett levő régi villaépületben levő óvodát. Ez a beruházás ez több mint 1 milliárd, 1,2 milliárd forintba került a kerületi önkormányzatnak, de szerintem megérte, hisz nagy hiányos volt itt ezen a környéken óvodából, és ahogy egy fiatal lakóparkban szokott lenni, sok fiatal van, itt sok gyerek is van. Aztán ezen kívül volt képviselőtestületi ülés, ott talán a legfontosabb dolgok azok voltak, hogy elfogadtuk a költségvetést, a 2024-es költségvetést, ami szintén a fejlesztés költségvetése lesz, ugyanúgy, ahogy eddig volt a 16. kerület történetében, hogy lehet. Három nagyobb beruházásunk van idén, ebből az egyik ez az óvoda, a másik egy bölcsödét építünk a Láncsalakótelepen, illetve épül az idős otthon a Cinkotai Csobaj terület mellett a Csobaj utcába, ami már egyébként egészen jól halad, és vélhetően ennek az évnek a végére el is fog készülni. Emellett persze gondoskodtunk arról is, hogy az inflációt meghaladó béremelést tudjunk adni a dolgozóknak, illetve azoknak is, akiknek az állam nem emelte meg a bérét. Ugye a pedagógusoknak egy nagyon nagy 32%-os béremelés volt átlagban a 16. kerületben, ez vonatkozik az óvodapedagógusokra is, tehát a 16. kerületi dolgozókra is, de nem vonatkozik például a fűtőre, meg a kertészre, meg a konyhalányra, de róluk se feledkezett el a kerületi önkormányzat, számukra is a kötelező emelésen túl még egy 10%-os béremelést hajtott végre a önkormányzat a költségvetés elfogadásával, úgyhogy én azt gondolom, hogy így a 2024-es évnek is úgy vágunk neki, hogy az jó legyen. Persze van még egy nagyon nagy beruházásunk, amitre majdnem elfelejtkeztem, ugye, mert az már sinem van, ez a személyájúszoda újjáépítése, az is 2,2 milliárd forintos beruházás, újjáépítés és bővítéssel együtt. Aztán a képviselőtestületi ülésen voltak még fontosabb dolgok, például megnéztük azt, hogy a pedofília ügyben, illetve főleg a pedofilok elkerülése, vagy hát mondhatnám azt, hogy kitiltása a 16. kerületből, tehát hogy ez ügyben mit tudunk mi tenni, hogy mi az a feladat, ahol a 16. kerületi önkormányzat tud tenni, akár a családsegítővel, akár a tankerülettel, akár a rendőrséggel. Ezt határozatban fogadta el a képviselőtestület, hogy a jövőben mi mindent kell csinálnunk, még erőteljesebben, még jobban. Én azt gondolom, mindenkinek ebbe a mai világban fontos az, hogy szembenézzen azzal, hogy milyen feladatai vannak, és hogyha valamit nem teljesen jól végzett el, akkor még jobban tudja majd elvégezni. Aztán ezen kívül döntöttünk arról, hogy megmentettük a Csobajbányát. Ugye a Csobajbánya területéről mindenféle pletykák terjedtek, hogy ott majd lakóparkot épít Mészáros Lőrinc, meg hogy majd sportcsarnok épül, meg nem tudom milyenek. A képviselőtestület végül is többségi döntése azt a határozatot hozta, hogy nem lehet oda semmilyen épületet építeni, legyen az ipari, vagy lakó, vagy bármi ilyesmi, ennek gátat szab a kerületi önkormányzat. Nagyon sajnálom, hogy ez nem volt egyhangú ez a döntés, és igazából csak a Fidesz-KDNP-s képviselők szavazták meg, ezt pedig jobb lett volna, hogyha teljes egyhangban egy hangulag dönt erről a képviselőtestület, de hát mindenkinek lelke rajta, hogy szóban, vagy csak tettekben, vagy szóban és tettekben is akar a környezeti védelemért tenni itt a 16. kerületben. Aztán most volt ugye a kommunizmus áldozatainak emléknapja, és megemlékeztünk természetesen, hol másról lehet a Tóth Ilonka emlékházba, illetve egész nap a kerületi fiatalok iskolások körbe tudtak menni, és meg tudták nézni azokat az emlékhelyeket, ami itt a környéken van. Ugye elmentek az új köztemetőbe, elmentek Csömörre, a Grólia Victis emlékműhöz, és egy nagyon jó lezárásként a Tóth Ilonka emlékházban egy nagyszerű színdarabnak a részletét nézhettük meg, ami arról szólt, hogy a Málenki robotra is elhurcoltak ugye a kommunisták, de annak idején 16. kerületéket, mert az országból mindenhonnan. Ami meg még most zajlik a 16. kerületben, az a lomtalanítás. Ugye régebben sok éven keresztül nyári nagy melegben volt a lomtalanítás, ami azért nem volt jó,
mert ugye nyáron szabadságolási időszak van, és aki volt a lomtalanítás idején ment szabadságra, az úgy döntött, hogy akkor nem kihagyja a lomtalanítást, hanem előre hozza, és akár egy vagy két héttel korábban is kipakolta már a lomokat, ami arra következtetésre jutottak így a lomisok, hogy érdemes akár 2-3 hétig is itt tanyázni a 16. kerületben, hát ha lesz valami fogás. Na hát ezt most sikerült az elmúlt évben, meg előtte átraknunk egy ilyen tavasz kezdete tél végi időszakra, tehát februárra, amikor általában azért nem utaznak szabadságra az emberek, és így akkor ki tudták rakni a lomokat, adott napon kirakják, másnap elviszik, úgyhogy igazából eddig zökkenőmentesen működik a lomtalanítás a 16. kerületben. Köszönjük szépen, tisztelt polgármester úr! Köszönöm szépen!